Sziasztok, Dáj vagyok, kamerában mögött Mandy. Sziasztok! Üdvözlünk mindenkit ismét az LNDHQ-ról. Elérkeztünk az ismertető videóknak a csúcspontjához. A hatodik fázisról fogok ma beszélni nektek, a morálfázisról. Kiraktam az asztalra öt kis példaegységet. Előtte kis táblákon láttok számokat. Ezek a számok mutatják meg, hogy mennyi ezeknek a unitoknak, ezeknek az egységeknek a leadership értéke. Ugyanis a morálfázis ismertetéséhez egy picit vissza kell kanyarodnunk az alaptulajdonságokhoz. Emlékeztek, volt egy olyan, hogy leadership, amire én azt mondtam, hogy jobb azt lehet a morálnak mondani, de egyébként talán hadvezetésnek lehet fordítani, csak az elég után hangzik magyarul. A lényeg az, hogy van egy értékük, van egy tulajdonság az egységeknek a játékban, ami azt mutatja meg, hogy a különböző ilyen pszichikális behatásokra mennyire ellenállóak, mennyire tudják elviselni a hadszintér, illetve a háború borzalmait, mennyire jellemző rájuk, hogy esetleg megfutnak egy csatából, vagy hogy felbomlik az irányításuk, és ezáltal ugyebár nem képviselnek már harcértéket, hogyha irányíthatatlanok. A morálfázisban ezt a tulajdonságot fogjuk egy teszttel megnézni, hogy ez bekövetkezett-e ez a negatív dolog, vagy nem következett be ez a negatív dolog, tehát hogy elszaladnak. Minél magasabb ez az érték, általában ez 4-től indul és felmegy egészen 10-ig, talán 10 a legmagasabb, annál jobban ellenállnak ugye ennek a hatásnak az adott unitnak a katonái. Előfordul olyan is, hogy mondjuk egy unitban vegyes van, például itt ezeknek azért él el csak a morájuk, ennek a kettőnek itt a végén, a Black Knightoknak, illetve az Assault Marineknek, mert a Black Knightoknak még megvan az őrmesterük, ezért nekik alapból 7-es morájuk van, de amíg az őrmester él, addig 8-as. Az Assault Marineknek viszont sajnos már elvesztették az őrmesterüket, ezért ők csak az alap 7-es morájukat fognak tudni játszadozni a morálfázisban. Hogy is zajlik a morálfázis? Mindig megnézzük azt, hogy én már jeleztem nektek többször, hogy az egész kör folyamán mind a két játékosnak figyelemmel kell azt kísérnie, hogy melyik osztaga mennyi veszteséget szenved. Tehát fontos, hogy nem a wundokról beszélek, nem arról beszélek, amikor mondjuk itt az egyik Reapers Swarmnak már csak egy HP-ja van, hanem arról beszélek, amikor a Reapers Swarmokból mondjuk leesett 3. Mert lelőtték őket, megsütötték őket, agyonverték őket, teljesen mindegy, pszívvel kiiktatták őket. A lényeg az, hogy 3 modellt elvesztettek, akkor ennek a játékosnak ugye tudnia kell, akár úgy, hogy lefordítgatja őket, akár úgy, hogy kockát tesz melléjük, hogy neki most már van 3 vesztesége, akár úgy, hogy külön gyűjti az asztalon, teljesen mindegy. Tudnia kell azt, hogy mondjuk 3 egységet ebből a unitból, tehát 3 modellt ebből a unitból már elveszített. Fontos, hogy te is tud mindig, és az ellenfeled is tudja mindig, ugyanis a morálfázis éppen úgy, mint a mondjuk az Assault Phase, az ellenfelednek is elvégezni való feladatot rejt, ugyanis neki is meg kell néznie, ugyanúgy a saját egységeire, hogy ki az, akire morálpróbát kell tenni, és ha kell tenni, akkor ugyanak a morálpróbának mi lesz az eredménye. Mi lehet a morálpróbának az eredménye? Az egyik eredménye az lehet, hogy sikerül, nem történik semmi. A másik eredménye pedig az lehet, hogy nem sikerül, ebben az esetben viszont tudnunk kell, hogy mennyivel nem sikerült, és sajnos az az egységünk, amelyik elrontotta a morál próbáját, az újabb veszteségeket fog szenvedni. De nézzük meg ezt konkrétan a példákon. Ugye azt mondja a szabály, hogy a morál fázisban végig kell néznünk az összes egységünket, aki modellt veszített. Tehát adottak ezek a Reaperswarmok, ha mondjuk náluk az egyiknek ugyebár van 2 wundja, ezzel említettem, ilyenkor neki nem kell dobnia, hiszen nem vesztett el modellt az egységből. Hogyha elvesztett 3 modellt, akkor morál próbát kell viszont tennie a szabály szerint, ami úgy néz ki, hogy dobunk egy 6 oldalú kockával minden esetben, hozzáadjuk, amennyit elveszített, én most dobtam 6-ot, ehhez hozzá kell adni azt a 3-at, amit még elveszített, és amennyivel ez az összeg, jelen esetben ugye a 6 meg 3, 9, meghaladja az ő leadership értékét, ami ugye náluk 4, tehát ezt most túléptük 5-tel, ez az osztag még annyi modellt el fog veszíteni. Tehát ez azt jelenti, hogyha egy ilyen morálpróbát tett az osztag, 1, 2, 3, 4, 5, az összes egységét elvesztette az osztag, tehát ez az osztag ez megsemmisült. Minden szempontból ugyanúgy, mint hogyha lelőtték, agyonverték, stb. Történt volna az egységekkel. Tehát szintén fontos az, hogyha egy ilyet dobtunk, és ugye fenn van az 5 darab modellünk,
akkor nem az történik, hogy te most itt kapsz 9 darab wundot, és akkor azt itt elkezded elosztogatni, mert akkor ugye 3, 6, 9 és 2 még vígan szaladgál. Nem, ez sajnos arról beszél, hogy bézeket kell levenni, tehát annyi modellt kell levenni, amennyivel elrontottad ezt a próbát. Ez a helyzet a több wundos modelleknél. Nézzük, mi a helyzet azoknál a modelleknél, ugye beszéltem már nektek sokszor arról, hogy a swarm seregek, a horda seregek azok marha jók, hiszen a rengeteg egységükkel nagy területet tudnak befogni, meg elég, ha csak belelóg egy aurába, meg több objektívát fogunk egyszerre, meg mindenkit kitakarunk, meg leszcreenelünk, stb. Egy hatalmas hátránya van a horda seregeknek, hogy borzasztóan érzékenyek tudnak lenni a morálra. Pont azért, mert mondjuk most itt adott 30 darab termagánt, amik tök jól elszaladgálnak, mert csinálják mindazt, amit az imént említettem a csatában, és ezért nagyon hasznosak. De nézzük meg, hogy mi van akkor, hogyha mondjuk elvesztettem mondjuk 12-t ebből az osztagból. Ugye 2, 4, 6, 8, 10, 12-t elvesztettem belőlük, nem aggódok, hiszen továbbra is ott van ugye belőlük 18, nekik az volt a dolguk, hogy elpusztuljanak, nem nagy dolog. Azonban érkezünk a morál fázishoz. Most vegyük úgy, hogy ők ugye nem tiranidák, tehát nincs Synapse, nincs itt egy Swarm Lord, őket vegyük úgy, hogy nem Dark Angel-ek, tehát csak a modelleknek az alaptulajdonságait vegyük, és nem vegyük a speciális szabályait. Tehát elvesztettem 12 modellt, maradt még 18, semmi baj, elérkezünk a morál fázishoz, dobnom kell D6-tal, dobtam 3-at, hozzáadom azt a 12-t, amit elvesztettem, az ugye azt jelenti, hogy 15, ebből levonom, vagy mennyivel haladom meg teljesen mindegy az 5-öt, ami alapból a moráljuk volt, és az azt jelenti, hogy sajnos a morál fázisban újabb 10 darab modellt nekem most hirtelen le kell vennem ebből az osztagból. 2, 4, 6, 8, 10, és már mindjárt nem vagyok annyira vidám, hiszen maradt összesen 8 modellem, míg a morál fázis elején ugye nekem még 18 modellem volt, amivel azért sokkal nagyobb területet tudok befogni, több objektívát tudok foglalni, stb. A lényeg az, hogy ezek a horda seregek, amik ilyen nagyon sok kis picike lényből állnak, borzasztó érzékenyek tudnak lenni a morál fázisra. Ezért nagyon meg kell gondolnod, hogy például a tiranidáknál ugye a Synapse az borzasztó fontos, hogy ezek a pici, sok lényből álló, de a morálra nagyon-nagyon érzékeny egységek folyamatosan Synapse-ban álljanak. Mindig legyen mellettük egy olyan lény, aki a morál dobásnál, hogyha elkezdenének tömegesen modelleket veszíteni, akkor segíti őket, és valahogy azt meg kell próbálni mindig ezeknél segíteni kibekkelni, akár stratagemekkel, akár relikekkel, akár egységek ügyes pozícionálásával, vagy veszteségek ügyes levételével, hogy a morál fázist valahogy túléljék. Nézzük a következőt, neki szintén egy aranyos kis tiranida, Exocrine, ismerjük, szeretjük, rengeteget lő, áll egy helybe, és van milliárdnyi wundja. 6-os morálja van, tegyük fel, hogy ő elveszített 9 wundot ebben a körben, érkezünk a morál fázisig, akkor dobunk neki. Nem dobunk neki, hiszen ő hiába vesztette el a wundjainak a nagy részét, ilyen esetben mondjuk 9-et, ő még mindig ebben a unitben egyetlen egy darab modell. Amíg egy modelled van csak, és ugye ha azt elveszíted, akkor nyilván nincs unit, nincs kire dobni. Azonban amíg ő életben van, akár csak egyetlen wundon is, ő teljesen immunis a morálra, hiszen azt mondja a szabály, hogy azokra a unitokra kell dobnod, akik modelleket veszítettek. Ez egy unit, ez egy modell, nem vesztett egy darab modellt se, teljesen mindegy hány módja van, haladhatunk tovább, soha nem fog morál dobni, mert soha nem lesz morál dobásra kötelezve. Nézzük a következő osztagot. Ilyen 7-es morál, mert ők egy olyan asszolút mai osztag, aki valami szerencsétlenség folyamán elvesztette az őrmesterét. Ez szerintem kettő okból lehetséges, hogy ilyen történik. Egyrészt a játékos, aki irányítja őket, elrontotta, mert levette az őrmestert az egyik veszteségnél. Vagy pedig valami olyan helyre állt egy másik, vagy olyan helyre állt a másik négy, amit muszáj volt fognia rá, vagy objektívára, vagy bekerítettek valakit, vagy valami más oka volt arra, hogy azt az egységet vegye le, aki a morálhoz bónuszt ad. Itt fűzném hozzá, hogy lehetőleg, ha van olyan egységed, amiben ugye különböző morálú modellek vannak, mivel a szabály azt mondja, hogy mindig a legmagasabb számít, ha csak egy mód van rá, soha ne vedd le a legmagasabbat, hiszen onnantól fogva az egész osztagnak a morálja romlani fog. Tegyük fel, hogy ők veszítettek mondjuk 2 modellt, dobunk a D6-tal, 3-as dobtunk, hozzáadjuk a 2-t, 5, látható, hogy 7-es morájuk van, meghaladtuk, nem haladtuk meg, nem történt semmi, nincsen probléma, haladhatunk tovább.
itt jön be először az, hogy bár a szabály azt mondja, hogy ha modellt veszítettünk, akkor morálpróbát kell tennünk, de azért érdemes azon elgondolkodni, hogy ők csak egyet veszítettek, akkor te a hat oldalú kockával, ha maximum hatot dobsz mellé, az azt jelenti, hogy 7, ez még mindig megvan, teljesen felesleges dobni és húzni vele az időt. Tehát ha látod minimális matematikai tudással, hogy ha hozzáadnád a maximum 6-ot, ami ugye a legrosszabb eredmény, a érdekes módon a morálfázisból ugye a nagyot rossz, a legrosszabb eredmény a morál dobásra, és hozzáadod azt a mennyiséget, amit elvesztettél, és az nem lépi túl, nem haladja meg a morál, a leadership értéket, akkor nem kell morál dobást tenni, hiszen nem tud elrontani. Nézzük meg még a motorosokat, ugye náluk még él az őrmester, tehát 8-as moráljuk van, ugyanaz vonatkozik rá, mint az előbb, tehát ők, ha elvesztenek egy modellt, vagy akár elvesztenek kettőt, de az nem az őrmester, teljesen felesleges morál dobást tenni nekik, hiszen ha 6-ot dobsz, és hozzáadod a két veszteségedet, akkor is az 8 lesz, és az őrmester a 8-assal megmarad. Ők csak is kizárólag akkor dobhatnak morált ebben a felállásban, hogyha meghal az őrmester, meg meghal még valaki. Ugyanis akkor ez a 8, ez már nem 8, hanem 7, és akkor előfordulhat, hogyha 6-ot dobsz, és hozzáadod a két veszteséget, akkor az már 8 lesz, innentől fogva akkor ugye meg tud halni a maradék egy darab modell is a morál fázisban. Igazándiból ugye ez azt jelenti, hogy nem biztos, hogy meghalt, lehet, hogy csak annyira megsérült, hogy már nem tudja folytatni a harcot, lehet, hogy elmenekült, lehet, hogy annyira szétzilálódott az osztag, hogy tönkrement a kommunikációs berendezése. A lényeg az, hogy már irányíthatatlanná vált, és nincs további szerepe a csatában, le kell venned. Amikor ezt mind a két játékos a hatodik fázisban elvégezte, ezeket a próbákat, végignézte az összes egységét, aki veszteséget szenvedett, tett rá próbát, nem tett rá próbát, elrontotta, nem rontotta, levette a további veszteségeket, hogyha voltak, akkor zárul le a kör. Itt még általában a match play-ben szoktak a játékosok egy olyan áttekintést végezni, hogy ki hány victory pontot szerzett a körben. Ez ugye azt jelenti, hogy megnézzük, hogy hány darab taktikál objektíva sikerült, ha éppen olyan a játék, vagy hány darab sima objektívát birtokolt, vagy hány killt csinált, teljesen mindegy, a lényeg az, hogy összeszámolják a victory pontokat. Mind a két játékos ezt valahogy kockán, vagy papíron, vagy teljesen mindegy milyen módon feljegyzi, és innentől fogva lépünk tovább a következő körbe, amikor is a másik játékos kezdi ugye a fordulóját. Ugyanezt a hat fázist viszi végig, amit az elmúlt, már nem is tudom hány epizód során láthattatok. Ugyanezeket végigcsinálja, ugyanígy megtörténik minden, és ezek a törnök forognak egészen addig, amíg el nem érjük a játéknak a végét, ami ugye match play-nél, hogyha variable game lentet használtok, akkor vagy 5 kör, vagy 6, vagy 7, ezt egy kockadobás dönti el, de maximum 7 kör a teljes játéknak a hossza. Igazándiból ez volt az, amit el szerettem volna mondani a morálfázisról, illetve úgy általában a kör felépítéséről is. Mivel ez egy elég rövid videóra sikerült, még így is egy kicsit bőlére elvesztettem, meg példázgattam, meg bemutogattam, meg szerencsétlenkedtem, ezért aztán úgy döntöttem, hogy megpróbálok még néhány dologról beszélni itt az ismertető végén, ami szintén a matchplaynek talán szerves része, de mivel egyik körhöz sem tartozik, illetve én nem éreztem annyira fontosnak, hogy erre külön az eddigi epizódok során időt szánjak, ezért most próbálok meg időt keríteni rá. Az egyik ez a Warlord nevezetű csoda, illetve a Warlordnak a kérdése. Ha te Battleforce sereget építesz, akkor van egy olyan szabály, ugye a Battleforce azt jelenti, hogy detachmentekből áll a sereged, van benne akárhány darab detachment, onnantól fogva csak detachmentekből áll, ezt nem nagy varázsot összehozni, az alapkönyv, hogy benne vannak a detachmentek, szinte bármilyen egységből lehet detachmentet faragni, onnantól fogva a sereget Battleforce-nak minősül, ha pedig Battleforce-t vagy, akkor te kijelölhetsz a seregedből egy karaktert, aki a Warlordoddá válik. Igazándiból nem csak karaktert jelölhetsz ki, hanem bárkit, tehát kijelölheted akár az Exocrine-t is, és akkor ő lesz a Warlordod. De hogyha a karaktert jelölsz ki, tehát mondjuk Belialt, a Broodlordot vagy a Swarmlordot, hogy ő legyen a Warlordod, akkor ez az egység, ez kap egy speciális Warlord trait nevű képességet, ami mondjuk a Swarmlordnak, illetve Belialnak adott, mert ők hozzák a kódexükből a Warlord traitjüket, de például a Broodlordnak ezt kiválaszthatod, van 3 darab leírva az alapkönyvben, amiben is fog nektek vágni.
illetve a Tyranida Codexben is van 6, amiből, hogyha nem egy olyan karaktert hozol, aki neves, tehát jelen esetben a Broodlordot, akkor teljesen nyugodtan kiválasztod, hogy melyik az, ami leginkább ahhoz a sereghez illik, akár a fluff miatt, akár a narratíva miatt, akár azért, mert éppen azt gondolod a leghatékonyabbnak. Ezek ilyen egészen pici kis nyuansznyi dolgok, tehát kicsit erősebb lesz közelharcban, vagy egy kicsit jobban ellenáll a sérüléseknek, vagy egy picit valamit ad az egész seregnek, valami kis bónuszt, de érdemes a seregépítésnél erre is figyelni, hogy nem azt mondom, hogy építsd a Warlord trétedre a seregedet, de hogyha már építettél egy sereget, akkor jó, hogyha a Warlord tréted is szinergiában van azzal a stratégiával, amit te kitaláltál, amit átgondoltál, és nyilvánvalóan, hogyha arra építetted a seregedet, hogy van egy baromi erős Warlordod, akinek elől kell menni és csapkodnia kell, kapjon egy olyan trétet, ami ebben segíti, és ne egy olyat, amihez az kell, hogy bujkával legyen az egységek mögött, és sose jöjjön elő, mert az csak rossz lesz neked, hogyha bántják. Ami nagyon fontos, hogy a legtöbb matchplay játékban a Warlord megölése az victory pontot jelent, tehát a Warlordodra mindig nagyon vigyázz, illetve az ellenfélnek a Warlordját mindig igyekezz elpusztítani, mert plusz victory pontot jelent, amivel akár meg is nyerhetsz egy csatát. Valamint vannak olyan taktikál objektívek is, amiket csak a Warlord tud megcsinálni. Tehát ezért is fontos, hogy amik nyilván nagyon sok pontot érnek, hogyha sikerülnek. A Warlordokhoz kapcsolódóan léteznek még relikek is, erről tényleg nem szeretnék hosszan beszélgetni. A lényeg az, hogy ezek különböző fajta féle varázstárgyak, meg ilyen extra képességek, amiből alapjáraton egyet lehet hozni seregenként. De hogyha költesz rá stratagemet, amikről most mindjárt szó lesz, akkor akár hozhatsz többet is. Ezeket rá lehet aggatni különböző karakterekre, és még erősebbek, még jobbak lesznek. Akár nagyobbakat ütnek, jobban bírják a sérüléseket, vagy bármilyen más ilyen kis extra képességeket kapnak, amik jól jöhetnek a csata során. És akkor térjünk rá egy picikét a stratagemekre, ugye ezekről már volt szó a jó kis kártyákról, említettem nektek, hogyha lehet, akkor vegyétek meg ezt a kártyapaklit, vagy szerezzétek be, mert sokkal egyszerűbben lehet használni, bár a kódexben benne vannak ezek a stratagemek, de sokkal jobb, hogy ilyen kis kártyákon ki tudjátok tenni, mert áttekinthetőbb, és az ellenfélnek is könnyebben meg tudod mutatni, hogy éppen mit csinálsz, hogy át tudod ugyanúgy helyezni az egységeidre, hogy tudd, hogy ez most éppen aktiválva van. Na de mik ezek a stratagemek? Ezek a stratagemek egy extra előforrásból táplálkoznak, vagy az annak a felhasználásával lehet őket aktiválni, amit úgy hívnak, hogy command pont. Hogyha a sereged battle forged, tehát detachmentekből áll, mint az előbb is említettem, akkor 3 darab command pontot alapból már csak azért, mert battle forged vagy, kapsz. Ez azt jelenti, hogy 3 pont értékben tudsz ilyen stratagemeket aktiválni. Ezeket általában mindig rá van írva, hogy mikor lehet aktiválni, hogyha pedig nincs rá írva, hogy mikor lehet aktiválni, akkor bármikor lehet aktiválni. Van az alapkönyvben is leírva 3, ezt minden sereg tudja használni, illetve az összes seregnek vannak saját stratagemjei. Itt láthatjátok kitéve, a tiranidáknak például van 28 ezen a 3-on kívül. Most nem azt mondom, hogy ezt mind a 28-at tanuld meg, de mind a 28-at ismert, és amikor sereget építesz, és azokban próbálsz ilyen kis szinergiákat, kis összehangolásokat csinálni, akkor mindenképpen vedd számításba egyrészt, hogy ugye hány command pontod lesz, másrészt pedig, hogy mik azok a stratagemek, amik ezekbe a szinergiákba jól beleillenek, és jól tudod őket használni, mert igazándiból, amikor kiállsz a csatába, és ott az ellenség serege, és ismered az ő egységeit, ő is ismeri a tiédet, akkor ezek a stratagemek tudják eldönteni a küzdelmet, mert azt mindenki ki tudja számolni, hogy akkor most mennyi esélyed van sebezni, meg mennyi esélyed van odaérni, meg mennyi lesz a rohamtávod, meg melyik egységgel hova lőjél, meg kire lőjél a nagy AP-val, meg a kis AP-val, meg melyik a hordabontó fegyver, meg melyik az anti-armor fegyver. Egy dolog az, ami kiszámíthatatlan, még ilyenkor is, vagy legalábbis egy nagyon nagy rizikófaktor, leszámítva persze a szerencsét, az pedig a stratagemek. Hogy az ellenfeled azt a mennyiségű command pontját, ami van neki, milyen stratagemekre és mikor szeretné elhasználni, ez nagyon komoly fejtörést tud okozni neked. Illetve te is, hogyha sok command pontod van, és ismered a stratagemjeidet, és az esetleg akár már a stratégiát kitalálásakor is belevetted, hogy mi az, amiket szeretnél aktiválni, vagy milyen olyan szituációk kellenek, amikben ezeket tudod aktiválni, ez nagyon komoly fejtörést tud okozni az ellenfelednek is, meg tudod őt lepni, még akár egy nagyon rutinos játékos is fel tudja vonni
akár mindkét szemöldökét egyszerre is, hogyha egy olyan unit stratagem kombinációval találkozik, amire esetleg nem számított, vagy még nem hallott róla. Tehát ezek borzasztók jók erre. Nézzünk rá három példát, ez a három alap stratagem, ami ugye minden seregnek jár, hogyha Battle Force vagy. Nézzük meg, hogy hogyan is működnek. Kezdjük mondjuk az Insane Bravery-vel, amit szintén ezeket is bevágom idejektek, hogy el tudjátok olvasni. Ez ugye azt csinálja, kettő darab command pontba kerül, mint az alján lehet is látni. Tehát ha neked csak ez a három command pontod van, mert Battle Force vagy, akkor ha egy ilyet elhasználsz, abból levonsz kettőt, akkor maradt még egy. Tehát már csak egyet fogsz tudni használni. Fontos kiegészítés még, hogy minden fázisban minden stratagemet maximum egyszer lehet használni. Tehát kettő darab Insane Bravery-t a morál fázisban nem fogsz tudni használni. Hiába van 87 darab command pontod, akkor is egy fázisban csak egyet lehet használni, egy ilyen limit a szabályok szerint van. Mit csinál maga az Insane Bravery? Ez azt csinálja, azon kívül, hogy el tudjátok olvasni, mondok rá gyorsan egy példát, ha én ebből az osztagból mondjuk valóban tegyük fel, hogy nem 12-t veszítettem, hanem elvesztettem mondjuk 26-ot, tehát maradt 4 darab, akkor azt gyorsan ki lehet matekozni, hogy azt a morál próbát a büdös életben nem tudom megdobni, hogy abból a 4 darabból akár csak egy is túlélje a morál fázisomat. Azonban, ha én kijátszom ezt az Insane Bravery stratagemet, mert mondjuk nincs itt a Swarm Lord, nincsenek Synapse-ba, tö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 t Dobom a morál próbámat, az azt jelenti, hogy akkor 26-ot kéne levennem, mert ugye annyival léptem túl a pont a leadershipiket dobtam ki. Tehát maradna a pályám mondjuk mínusz 12 vagy mínusz 22 darab termagántom. Ehelyett én kijátszok egy Insane Bravery-t 2 darab command pontért, ami azt jelenti, hogy úgy veszem, hogy ez a morál próba sikerült. Pont, kész, ennyi. Ami fontos, hogy ha jól emlékszem, ezt akkor kell dobni, még mielőtt a kockát eldobod. Így van, tehát rá van írva külön zárójelben, hogy nem amikor már eldobtad, mert akkor nyilván csak akkor aktiválnád, hogyha sikertelen, hanem előtte már, amikor oda jutsz, hogy akkor a morál próbát meg kéne tenned, és látod, hogy esélytelen vagy a dologra. De nagyon fontos, hogy ez a 4 darab ez megmaradjon, mert épp egy objektívát fognak, vagy éppen ők kötik le a Deathwing terminátorokat, akkor kijátszol egy ilyen Insane Bravery-t, és az ellenfel, aki már dörzsölte a kezét, és már indult volna meg a következő célpontra, és örült volna annak, hogy ezeket most morából jól elpusztította, az kénytelen szembenézni azzal, hogy ezeket nem pusztította el, hiszen a morál próbád automatikusan sikeres lett a stratagemed által. Nézzük, van itt egy olyan, hogy Command Ment Reroll, nagyon jó, erre nincs írva, hogy mikor lehet használni, tehát bármikor lehet használni, ám fázisonként még mindig csak maximum egyszer. Ez csak egy command pontba kerül, a description-je egy teljesen egyszerű, ugyanis azt mondja, hogy you can reroll any single dice. Tehát miután kidobtad a akárhány lövésedet, vagy a rohamtávodat, vagy a mentődet, vagy a sebzésedet, vagy a bármit, ami kockadobással történik, ugye ez elég sok minden ebben a játékban, az egyik kockát megfoghatod és újra dobhatod. Fontos, hogy csak akkor, hogyha ez a kocka már nem volt egyszer újra dobva valami más miatt, tehát a command ment reroll nem írja felül azt a szabályt, hogy minden egyes kockát csak egyszer lehet újra dobni. Azonban, amikor mondjuk arról van szó, hogy valami D6-ot sebez, te dobtál egyet, és nagyon szomorú vagy, mert mondjuk kellett volna dobnod legalább 3-at, hogy az exokrin leessen, mert még annyi mondja volt, akkor ha aktiválsz egy ilyen stratagemet, újra dobod, és dobtál mondjuk 4-et, már is örülhetsz, hiszen az exokrin ebben az esetben elpusztult, míg hogyha nem használtad volna ezt a stratagemedet, akkor ugye továbbra is 2 HP-n ott figyelt volna, és adta volna le szépen a 12 lövését a következő körben, aminek te nem örülsz. Illetve van még egy az alapokból, ez a Command Ment, ez a Counter Offensive. Ez pedig azt csinálja, hogy amikor láttátok, hogy itt a rohamozásnál ész nélkül ugye rohantam bele mindenkibe, meg jelentettem be mindenkit célpontnak, hiszen arra számít az, hogy mindig azok jönnek először asszolút fázisba, azok aktiválnak először, akik rohamoztak. Ez így is van. Azonban, hogyha az ellenfelednek van még command pontja, legalább 2, akkor aktiválhat egy ilyet. A Counter Offensive azt csinálja, hogy miután te kijelöltél egy egységet közelharcra, az elvégezte a támadásait, levettük a veszteséget, stb. Ha ő ezt aktiválja, akkor nem te jelölöd ki a következő egységet, aki rohamozott, hiszen az jönne először, mert mondjuk te 6 egységgel rohamoztál, akkor mind a 6-tal lehetne ugye támadni, mielőtt még az ellenfeled megszólalhatna. Ha ő kijátszik egy ilyet, akkor nem ez történik, hanem az első után ő aktivál valakit.
Na most ezt képzeljük el egy olyan szituációban, amikor mondjuk van a Swarmlord, te azt berohantad három egységgel. Ugye az első az értem szerint te vagy, hiszen nem lehet beleszólni. Aktiválod, leveli a Swarmlord HP-jának a felét. Tök jó, örülsz, hiszen ott van még másik két egységed, azok majd levelik a többit. Azonban az ellenfelednek van még command pontja, és azt mondja, hogy jó, akkor ő most kijátszik egy counter-offenzívet, és beaktiválja a Swarmlordot. És lehetséges, hogy a Swarmlord az elég nagy mennyiségű támadásával, meg elég jó sebzésével a másik két osztagodat nullába veri, még mielőtt te bármit csinálhatnál. Tehát már is egy olyan szituációba kerültél, hogy itt áll az egyik osztagod, aki leverte a HP-jának a felét, tök ügyes volt, viszont a másik két osztagodat meg a Swarmlord odafordult, és agyonütögette szépen, mielőtt még támadhattál volna velük. És ez csak az alap 3. Tehát ezek pont úgy vannak kitalálva, hogy minden seregnél alkalmazhatóak, és minden seregnél van értelmük, ezeket érdemes megtanulni is, hogy te is tud mindig használni, illetve számíts rá, hogyha az ellenfél Battleford sereget épített, és marad még command pontja, ezeket bármikor hozhatja. És nem azt mondom, hogy eldöntenek egy csatát, de például, hogy az előbb is mondtam, egy ilyen helyzetben, mikor a Swarmlord vagy egy erős melee akárki, teljesen mindegy ki az, le tud ütni két olyan egységet, akit te nem tudtál aktiválni azért, mert ő benyomott egy counter-offenzívet, az roppant kellemetlen tud lenni. Ugyanez igaz lehet a morádobásra, hogyha te arra számítottál, hogy ó, tök jó, ott az a morából úgyis majd meghalnak, de az ellenfeled beaktivál egy Insane Bravery-t, akkor bizonyos bot nem fognak meghalni, hanem továbbra is ott fognak szépen átsorogni. De hogy mondjak ennél egy még vadabbat, ahhoz, hogy egy seregnek, vagyis egy frakciónak, egy keyword-el rendelkező csapatnak tud használni a stratagemjeit, csak annyi kell, hogy a seregbe egy detachmentnyi olyan típusú, olyan keyword-el rendelkező unit legyen. Tehát ha én ugye teljesen valid módon hozhatom együtt a tiranidáimat a Gene Stealer Cult nevezetű sereggel, amik ezek a Gene Stealer által létrehozott félőrült mutánsok, de mindegy, a Fluff részéről nem szeretnék beszélni, mert megígértem, hogy nem fogok. De én rakhatok össze úgy Battleford sereget, hogy mondjuk van benne egy Gene Stealer Cult detachment. Mindegy, hogy mekkora, mindegy, hogy hány egységből áll, legyen valid detachment, ami ugye le van írva az alapkönyvben. És onnantól fogva én már nem csak a 28 tiranidás stratagemet tudom használni, meg a három alapot, hanem a Gene Stealer Cult-nak a stratagemjeit is. És ezért nagyon veszélyesek, hogy ezért is nagyon veszélyesek az úgynevezett soup vagy vegyes seregek, mert ha mondjuk jön egy játékos és azt mondja, hogy ő hoz egy Imperial Knight-ot, hoz egy adag Imperial Guard-ot, meg még hoz mellé Dark Angel-t, meg még hoz mellé egy kis Adeptus Mechanicus-t is, és ezt így összeszervezi egy seregbe, hogy ezek mind detachmentben vannak, akkor a világ összes stratagemjét ki tudja ellened játszani, az összes frakciónak, amiket kirakott a stratagemjeit használhatja, csinált egy csomó command pontot, hiszen sok detachmentet hozott, és fog tudni használni el rengeteg kártyát, ami roppant kellemetlen tud lenni, mert szintén nagyon nehéz arra felkészülni, hogy most itt hirtelen 60 különböző stratagemre kéne neked gondolnod. És valószínű az ellenfelnek már kiválasztotta azt a hatot, amit ő majd tényleg használni szeretne, és alakíthatja úgy ki a szituációkat, hogy azok majd tényleg nagyot üssenek azok a stratagemek, amikor beveti őket. Ráadásul sok command pontja van, tehát nehéz elégettetni vele úgymond a command pontjait. Igazándiból szintén még beszélhetnék a felállásokról, a deploymentekről, a küldetésekről külön, ezekről majd lehet, hogy fogok külön beszélni, valamint majd tervezek kicsit később egy seregbemutató szériát is indítani, ahol ugye én be tudom mutatni azokat, amik nekem vannak, illetve majd megkérek olyan kollégákat, akik rendelkeznek más seregekkel, hogy ők is beszélnek egy picit a seregeikről, hogy hogyan építik föl őket, mit használnak, milyen stratégiák alapján mozognak, illetve hogy hogyan értékelik a saját seregeiket. De mivel már ismertető több van fönn a csatornám, mint Battle Reportból, ezért most majd megpróbálok néhány Battle Reportot is azért összevadászni nektek, hogy ne csak azt lássátok, amikor egy csávó vagy asztal mögött dumál arról, hogy ez milyen marha jó játék, hanem lássátok azt is, amikor tényleg ezzel emberek effektíve szórakoznak, és meg tudjam bizonyítani, hogy ez valóban egy jó szórakozás és egy jó játék, egy jó időtöltés. Ennyi volt akkor az ismertető, most már tényleg vége, ez a legvégének is a vége. Szeretném nagyon szépen megköszönni a figyelmeteket. Amennyiben érdekes volt számotokra, kövessétek továbbra is a csatornát, mert ehhez hasonló tartalmakra számíthattok, és várlak titeket nagy szeretettel a következő epizódban is. Sziasztok!